Zámbó Jimmy interjút adott a riposznak, egy nagyon bátor ember pedig bement a dékások közé balhézni, mert megunta az életét. 2006-ért Gyurcsány Ferenc még felelni Nagyon kíváncsi vagyok. Maga elárulta az összefogást! Elárulta az összefogást! Nem sikerült Nem voltunk, nem voltunk már a színpadon! Hívd a 911-et, küldjék a rendőrséget, valaki ki akarja nyíratni magát. Leesett az ónos eső, aki nem rutinos sofőr, ne is üljön autóba. Aki pedig nem dékás, ne menjen a gyurcsánisták közé, mert nagyon csúnyán megjárhatja. Vigyázó szemeinket vessük Gulyás Mártonra, akinek a baját nagyon csúnyán ellátták a szektás búmerek, amikor közéjük merészkedett technikai kártya kiátszása nem oldja meg az ország problémáit. De Én nem ez a megoldás. Valóban egy megoldásokra van szükség. Sem, nem úgy oldja meg a leha. problémát. Köszönöm szépen, hogy elment. Mégis volt egy fiatal ember, aki bement a szektások közé, mert készen áll a halálra. Bement oda, ahol nem nagyon kedvelik a másképp gondolkodókat. 2006 ért Gyurcsány Ferenc még felelni. Nagyon kíváncsi. Maga Na, elárulta az összefogás, elállt, az Ugye az állatkert az másik kerületben van. Igen, értem. Köszönöm szépen. Az állatkert másik kerületben van, ez igaz. A DK-sok legbátrabb kidobó embere Niedermüller Péter viszont hála Istenek itt van, vagyis ott volt. Figyeljétek csak Niedermüller Pétert! Akkor miután ezt is megtudtuk és elraktároztuk magunkba... Hát ez a Niedermüller, ez nagyon odállt és ezzel a kemény odaállással jelezte a szektatagoknak, hogy nyugodtság van, biztonságban vagytok, majd én megvédelek titeket. Mindjárt, tényleg mindjárt megütöm a fickót, annyira agresszív vagyok. Mondjuk végig egy helyben állok, totál lemerevedve, de nagyon-nagyon dühös vagyok. Ez tökre olyan volt, mint amikor Orbán Viktor kitessékelte innen az oroszokat annak idején. Azok is kimentek, csak nem a Viktor miatt. Pedig a vitya nagyon csúnyán nézett rájuk, és csúnyákat is mondott. Én nem tudom, hogy mi történt a dékásokkal. Régen még tudtak verekedni. Mi az, hogy egy biztonsági embernek vagy valami olyasminek kell kivezetni a rendbontót? Hol van a régi nyuggertűz? Hol vannak a botok? Hol vannak a harci járókeretek? Hol van a híres, legyőzhetetlen leopárt bonyatank? Ja, itt Nagyon bátor emberek a dk politikusok, nem azért nem mennek közel a veszélyhez, mert félnek, hanem mert okosak, mint Niedermüller. Szépen állnak az árnyékban és kivárnak. Nem fognak ők nekiállni vitatkozni, nem azért gyűlnek össze a szektások, hogy vitatkozzanak, hanem hogy szektásodjanak. Amikor a néhai tengeri malacom ökörke elsírta magát az állatorvosnál, én meg megkérdeztem, hogy miért sír ennyire a malacom doktor úr, fáj neki valami? Az állatdoki azt mondta erre, hogy hát persze, hogy sír, azért malac. Hát a szektás meg szektásodik, azért szektás. És ha már az állatoknál tartunk, Gréci Zsoltól megtudtuk, hogy az állatkert egy másik kerületben van. Vagyis akinek valami baja van a dk az állat. Mondjuk állatokat én inkább a dékások között szoktam látni, európai egybesült állatokat. Gréci fején is látszott egyébként, hogy ő is nagyon dühös. Az egyik kommentelőtől megtudtuk, hogy miért volt óriási szerencséje a balhézó fiatalembernek. Hát azért, mert még jó, hogy Gréci ki nem verte. Na hát erre mondom én azt, hogy top komment. A Gujás médiának köszönhetően megnézhettük a jelenetet a rendbontó ember szemszögéből is. 2004-ben miért uszítottak, miért uszítottak a székelyeket és magyarokat egymás ellen ebben az országban, miért? 2006-ér Gyurcsány Ferenc még felelni fog. Maga elárulta az összefogást, elárulta az összefogást. Nem szégyellek magad. Nem mondott, nem áll ki már kizaj mellett a színpadon, Szégyelje magát. Maguk miatt van itt ez az ország. Az volt a baj, hogy nem volt ott a sagál a Gyurcsány Sagál, aki Ungár Péter szerint művészi színvonalon és vérprofin tud festeni csodálatos képeket, szemben a többi ellenzéki politikussal, akik csak szobafestők. Ha ott lett volna a Sagál, akkor lett volna vita. Hát úgy látszik, hogy a Ságál pártársai is csak szobafestők. Pedig nem lett volna nehéz megmagyarázni, hogy miért nem kellett volna például szavazati jogot adni a határon túli magyaroknak. Én sem adtam volna nekik ilyet. 2006-ot mondjuk már egy picivel nehezebb lett volna megvédeni, ahhoz meg minimum háromságá kellett volna, hogy elmagyarázzák, hogy miért nem álltak ki MZP mellé a színpadra, miért nem vállalták a választási vereséget, amit nagyrészt ők okoztak. Hát erre a kérdésre például azóta is várjuk a választ, ami sehogy se akar megérkezni. Megérkezett viszont a Riposzt interjúja Zámbó jól hallottátok. Orbán kedvenc bulvárlapját egyáltalán nem zavarja, hogy Zámbó Jimmy már nem nagyon van életben egy ideje. Ők interjúztak vele. Képzeletbeli interjú a születésnapos Zámbó Jimmyvel. Most hagyok egy kis időt nektek. Emészgessétek ezt egy kicsit. Lapunk tett egy kísérletet arra, hogy mesterséges intelligencia segítségével megidézzük őt, és elkészítsünk vele egy mennybéli interjút. Hát először is miből gondolja a riposzt, hogy Jimmy a mennyben van? Nem kellett volna először inkább megkérdezni a cseh gp t hogy szerinte Jimmy elég jó ember volt-e ahhoz, hogy a mennybe kerüljön? Mert szerintem az az ember, aki úgy bókol a nőknek, hogy letépem a fejed és belehányok a tüdődbe, nem biztos, hogy nem a pokolban van. Ez csak egy olyan megérzés. Na, mindegy, a Ripos szerint Jimmy a mennyben van, és Jimmy elmondja az interjúban, hogy a menny az tök jó hely, mert ott béke és szeretet van. Hát nyilván ott mindenki békepárti, hiszen ott nem működhet egyetlen soros NGO sem. Ja, és kiderült az is, hogy Jimmy ott is koncertezik. Hát ez örvendetes, lehet, hogy a király földi élete véget ért, de a zenei karrierje nem. Hát éljetek úgy, mint a király, legyetek olyan jó emberek, mint ő, és akkor ti is a mennybe kerültök, és elmehettek a koncertjére. Jimmy üzent a rajongóinak is. Szeretetteljesen üzenem mindenkinek, hogy az élet rövid, ezért éljék meg minden pillanatát. Szeressék egymást, és érezzék meg a zene varázsát minden napjaikban. Hogy rohadna szét a billentyűzet az ujjaitok alatt, amikor legközelebb cikket írtok hát ha Jimmy interjút adhat a riposznak, akkor a műanyag billentyűzet is szét tud rohanni, De ha nem tud, akkor dugjátok fel magatoknak jó mére. Hát eddig legalább hívtatok egy nyomorult szellemidézőt, hogyha nem volt témátok, de most már a Chad GP-t írja nektek a Jimmy interjút. Lehet, hogy az újságot is médiumnak hívják, de nem azért, mert a spirituális erőkkel áll kapcsolatban, hanem elvileg a valósággal. A riposzt félreértette ennek a szónak a jelentését az a legszomorúbb, hogyha Jimmy élne, valószínűleg pontosan ugyanilyen semmit mondó interjút adna. Ilyen kozsósat. Szeressétek egymást, szeressétek a zenét, éljetek meg minden pillanatot, meg a kisfaszomat. Hát még jó, hogy nem kérdezték meg a jimmy arról, hogy kire fog szavazni. Hát mert nyilván fog. Ha interjút tud adni, akkor szavazni is tud. Hát ő is magyar, úgyhogy jár neki az állampolgárság, meg a szavazati jog. A Jimmy most egy határon túli magyar. Egy elég komoly határon túli, és nagyon túli magyar. De hát láttunk már halott embereket szavazni, ez a nerben egyáltalán nem lehetetlen. Miért nem azzal a címmel közölte az interjút a Ripost, hogy Jimmy is Orbánra fog szavazni? Hát ha olyan bátrak lettek volna, mint a Niedermüller Péter, akkor simán így hozták volna le. Én biztos vagyok benne, hogy a ChatGPT egy pillanat alatt fideszes szavazót csinált volna Jimmyből, főleg ha a riposzt jól kérdez. És hát a fideszesek nagyon jól tudnak kérdezni, ezt láthatjuk a nemzeti konzultációknál is. Megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mikor fog szétrohadni annak az újságírónak a keze alatt a billentyűzet, aki képes a ChatGPT-vel megiratni egy interjút egy 23 éve halott énekessel. A következő választ kaptam. Az újságíró keze alatt talán, talán sosem fog szétrohadni a billentyűzet, mivel a ChatGPT egy mesterséges intelligencia, és nem valósággal rendelkezik. Az interjúk írása során a ChatGPT kreatív és szórakoztató tartalmat is létrehozhat, de nem képes valós időben interjút készíteni egy 23 éve elhunyt énekessel. Az ilyen típusú képességek jelenlegi technológiai korlátok miatt nem lehetségesek, az újságírók továbbra is az élő interjúk és tényleges információforrások felé fordulnak, hogy Hiteles és naprakész cikkeket írjanak. Hát a riposzt ilyen, nem? Szóval kiderült, hogy egyelőre technikai korlátok miatt még nem lehetséges interjút készíteni Jimmyvel, de ami késik, nem múlik. Ami viszont már most is lehetséges, az a feliratkozás a csatornára, és megnyomhatjátok a kis csengőt is, akár most ebben a pillanatban is, hogy nem aladjatok le egy videóról sem. Ha pedig megnéznétek azt a videómat, ami Orbán Viktor és a vietnámi miniszterelnök közötti románcról szól, meg arról, hogy van-e már világháború, akkor nézzétek meg! Ez a videó itt van alattam, ide kattintani a viszontlátásra. Pusz!